Szeptemberben nyitott meg a felújított Hotel Helikon. A szálloda tömegét és jellegzetességét megtartották a kivitelezők. 1971-es megnyitása óta a város ikonikus épülete a hotel, mely hozzátartozik a keszthelyi balatonparti látképhez. Nagyon örülünk neki, mert már nagyon ráfért a felújítás, mert elég régen zárva volt meg, mert már az állapota se felelt meg a mai kornak. Sokat jártunk ide, nem mindig szállodás vendégként, hanem utcára mentünk be, úszodába, illetve a tekepályára, ami van benne, az is egy nagyon jó szórakozás volt. Hát reméljük, hogy újra meg tudjuk tenni azt, hogy be tudunk menni a legalábbis a wellness részlegébe. A Helikon 1968 és 1971 között épült fel. Tolnai Lajos építész számos szellemes megoldást sorakoztatott fel az épületen. Minden szoba a Balatonra néz, de úgy, hogy nem lehet belátni a szomszéd erkélyére. A szállodából csiga lépcső vezet a mesterséges szigetre. E megoldás révén az épület partszakasza nyitott. A vendégeknek mégis saját strandja van. A szakirodalom szerint a Helikon a 70-es évek szocialista-modernista stílusában épült. Tervezője azonban becsempészhette a legújabb európai áramlatokat és építészeti jegyeket. Megnyitásakor 240 szobája volt a háznak. A mostani felújítás során ezt 176-ra csökkentették a válaszfalak kibontásával. Ahogy 50 évvel ezelőtt, most is a legmodernebb megoldásokat alkalmazták az építészek. Én úgy gondolom, hogy jól sikerült. Kapott egy új frizurát az épület, új látványmegoldások születtek az éjszakai megvilágítással, fellélegzett a ház, új lett, úgyhogy nincs vele semmiféle problémám személy szerint. Én úgy gondolom, hogy ráfért már ez a felújítás az épületre. Keszthely vízparti látképe jelentős átalakuláson megy keresztül. A Keszthelyi Városvédő Egyesület elnöke szerencsésnek tartja, hogy nem azzal a léptékkel épülnek az új épületek, mint annak idején a Helikon. Visszavették a szinteket. A hotelnek ez jót is tesz, mert megszűnik a magányossága, és a környezete is rendeződik. Láttuk a folyamatában is, hogy fel volt állványozva, hogy készülget, de szerintem most már nagyon szép így, hogy elkészült, és biztos, hogy mindenkinek javára válik, az üdülőknek főleg, és hát jó dolog ez, hogy el tudott készülni. Minden éjszaka fényjáték fogadja az arra járókat. A piros-fehér-zöld csíkok mellett a szivárvány több árnyalata jelenik meg, akár a teljes homlokzaton. A színek a vízen, vagy épp a jégpáncélon tükröződnek. A Helikon nem csak éjszaka csalja oda tekintetet, a csillogó vakolatnak köszönhetően, különösen a nap alacsony állásánál szinte szikrázik az épület.